Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Jelenlegi világgal hogy álltok, mennyire vagytok elégedettek? Ezzel kapcsolatban hallottam egy felmérést, hogy illetve nem is felmérést, csak kérdezgettek vállalkozástípusokat, hogy hogy áll a forgalmuk, és jócskán visszaesőbe vannak a forgalmak a vállalkozásokba, beleértve az idegenforgalmat is, meg a turisztikát. Én ezt onnan ítéltem meg, hogy ez így van, hogy ugye mi nem messzere lakunk Újpalotától, és ott rengeteg parkoló autó van mindig, kivétel nyáron. Nyáron eléggé foghíjas a parkoló autók, már most nem foghíjas. Tehát hiába ott van hétvége, szombat, vasárnap, gyakorlatilag otthon vannak az autók. Hát valószínű azért vannak otthon, mert nem mennek vele. Spórolnak. Nyilván a jobb módúak azok nem spórolnak, de azok spórolnak, akik kevésbé jó módúak. És hát ugye ez valószínűleg nem csak nálunk van így, hanem szanaszét szerte, de azt nem mondtam, hogy, ja de mondtam, jó. Szóval szanaszét szerte Európában, ahol ugye hatással van ez a jelenlegi helyzet az emberek életszínvonalára, és az elsősorban érdekes mód ugye Európa és Észak-Amerika. Tehát egy olyan helyzet van, ahol, ahol van egy romló életszínvonal, és ugye én tapasztaltam embereknek a működését, hiszen 1987-ben kezdtem el emberekkel foglalkozni, 91 óta van saját szervezésű csapatom, azóta ugye több tízezres fő csapatot sikerült összeszedni, de több százezer embernek vittünk el valamilyen élet jobbító lehetőségét itt 90 vagy 80, hogy is van, 91 óta. Tehát lényeg az, hogy tapasztaltam dolgokat emberekkel, és azt láttam mindig, hogy, hogy aki egy magasabb életszínvonalat ért el, és onnan esik vissza, az sokkal fájdalmasabb, mint egy alacsonyabb életszínvonalról visszaesve. Mondok példát, jó? Éppen hallgattam egy műsort avval kapcsolatban, hogy ugye beszélnek arról, hogy Oroszországban Putyin rendszere az nem stabil, és arra számítanak, hogy majd megbukik, és csak annyit mondott aki erről beszélt, hogy hát nem Moszkvában vannak felkelések, meg zendülések, meg, hanem Franciaországba, Svájcba, Belgiumba. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy elnézést, a jó kereső országokban egy életszínvonal visszaesés az komoly problémát fog jelenteni. És ez valószínűleg nem csak ezekben az országokban jelent majd problémát, hanem máshol is. Tehát hogyha, hát gondold végig, hogyha tehát egy visszaesés az jelentős mértékű tud lenni azoknál, akiknek magas a jövedelme.
és én láttam már embereknél, hogy jövedelmük visszaesett, és mennyi problémát jelentett az életükben. És az emberek így is úgy is a jelenlegi kormányt fogják hibáztatni, tehát ami a világban van, abban az adott országban. És hát ugye vannak, érdemes tudni például ilyen egyszerű dolgokat, hogy van két nép a Földön, amelyik sose lázadt még föl a saját kormánya ellen. Ez a két nép a zsidó és a magyar. Az összes többi az már föllázadt a saját kormánya ellen. Tehát a magyarok, amikor fellázadtak, akkor soha nem a saját kormányuk ellen lázadtak fel, hanem az idegen elnyomással szemben. Tehát a magyarok azok a saját uralkodóikkal szemben sose lázadtak fel. A franciák azok híresek erről, hogy már nem tudom az elmúlt pár száz évben hányszor lázadtak fel a saját hatalmukon lévő vezetőikkel szembe, és a többi ország is szintén. Tehát hogyha megnézitek, itt Magyarországon az összes forradalom, ami volt, az mindig az idegen elnyomással szembeni volt. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag itt nálunk nem valószínű, hogy lesznek lázadások, de hogy Európában lesznek, az hód biztos. És hát ugye a mi gazdaságunk eléggé függ az európai nagyországok gazdaságától, ami azt jelenti, hogy itt nálunk is gondot fog jelenteni anyagi szempontból, hogyha a nyugati országokban ugye tüntetések lesznek. Már pedig lesznek, mert ugye elérkezett a nyugat arra a határa, tehát Európáról van szó, tehát az európai államok elérkeztek arra a határa, mondhatjuk azt, hogy az Unió elérkezett arra a határa, hogy már nem tudja finanszírozni az ukrán háborút. És ugye ezért ugye az EU az országoktól kért most pénzt arra, hogy az országok adjanak pénzt arra, az EU-s országok adjanak pénzt arra, hogy az EU tagjai adjanak pénzt arra, hogy az EU tudja finanszírozni az ukrán háborút, Ukrajnának természetesen. Na most, hát ha az ország ad pénzt, bármelyik ország, EU-s ország, ugye is itt minden EU-s országot akarják, hogy adjon pénzt, akkor ezt nyilván már nem tudják a saját gazdaságukból finanszírozni, hanem valószínűleg hitelből kellene finanszírozni. Tehát az azt jelenteni, hogy még jobban eladósítanák az EU-s országokat, de ez egyébként nagyon érdekes dolog, hogyha végig gondoljuk, hogy itt van egy Európai Unió, amely meghatározza az országoknak a dolgokat, de amikor egy ország hitelt vesz föl, akkor nem az EU veszi föl a hitelt, nem? Tehát amikor hitelfelvétel van, akkor nincs egység, nem érdekes? Akkor minden ország külön-külön veszi föl a hiteleket, és saját felelősségre, saját kontorra, saját visszafizetési kötelezettséggel, nem? Nem érdekes? Egyébként pedig az EU az mindenbe beleszól, mindent meghatároz, törekszik az egységre, de a hitel tekintetében
mindenki oldja meg maga, tehát magyarul az EU nem mint egy közösség, egység vesz föl hitelt, nem? Hanem úgy, mintha hitel terén az EU nem is létezne. Nem érdekes ez? De ez most csak úgy most eszembe jutott gondolat, mert még erről senkitől sem hallottam, hogy erről beszélt volna. Nem érdekes? Ebben miért nincs egység? Miért nem az EU vesz föl az országoknak hitelt? Hm? És miért nem közösen finanszírozzák az EU tagok a hiteleket? Miért konkrétan egy országnak kell fölvenni hitelt? Mondjuk azért, hogy beadjon az EU-nak pénzt, hogy tudja az EU finanszírozni a ukrán háborút. Nem érdekes? Tehát itt miért nincs egység? Miért nincs egységelvárás? Máshol meg mindenütt egységelvárás van. Nem érdekes ez? Nagyon érdekes. És nyilván biztos vannak olyan országok, amelyek könnyebben adakoznak, vannak olyan országok, amelyek nehezebben adakoznak, mint például Magyarország. Ez azt jelenti, hogy ebben miért nincs egység? Másban meg miért várják el? Akkor ez milyen közös dolog, hogy ez olyan, mint egy család. Egy család esetében, érted? Hogyha fölvenne a család hitelt, akkor nem a család venné föl a hitelt, hanem mondjuk a férj külön, vagy a feleség külön. És akkor utána azt mondaná, hogy old meg te saját magad. Az milyen család lenne? Tehát itt ilyen EU családról van szó, érted? Hol van itt az ilyenfajta működés? Nem érdekes? Felettébb érdekes, nem? És erről miért nem beszélnek erről a dologról, mondjuk az Európai Parlamentben? Hogyha ilyen nagyon bele akartok szólni mindenbe, akkor miért nem az EU lép föl mondjuk egy hitelfelvételkor, vagy egy hitelfinanszírozáskor? Miért mindig az országok? És egyébként az országok életében meg totál beleszól az EU. Hogy van akkor ez? Milyen működés ez? Ez egy nagy szar működés. Szó szerint. Szó szerint. Ez gyakorlatilag mondhatjuk, hogy egy diktatórikus működés, hogy bizonyos dolgokat, amiben bele kell szólni, abban beleszól az EU, de amiben kötelességeket kellene vállalni az EU-nak, arra meg ezt mutatja az országoknak. Nem érdekes? Felettébb érdekes. De erről miért nem beszél senki? Ez csak nekem jutott még eszembe itt az EU-n belül. Hogy hogy van ez? Nem fura? Na szóval, lényeg az, hogy egy érdekes világban élünk, csak azért, mert lássátok át, hogy gyakorlatilag milyen jövőképet láttok. Tehát te, mint egyén, milyen jövőképet látsz? Itt van egy gondolat, itt egy mondat, ilyen kisebb betűvel. Szerinted neked mi az életed értelme? Jó, akik itt tanulnak, már ők tudják, hogy mi az életük értelme. De neked, aki még nem tanulsz itt, mi az életed értelme? Hm? Kérem szépen azt a papírt. Köszönöm. Köszi, megnézem jobban. Mi az életed értelme? Ez, amit itt leírtam? Túlélés, hogy minél több pénzt keresni, ezáltal minél több pénzt költeni. Ez az életértelme? Tehát nehogy azt gondolt, hogy mikor én fiatal voltam, akkor gondoltam ilyen dologra, hogy mi az életem értelme, vagy gondolkoztam azon, hogy
hogy nem az az élet értelme, hogy mondjuk az ember pénzkölcsön vagy a túlélés. Hát a legtöbb ember arra gondol, ugye a túlélés, hogy értsük a túlélés mint szót, az ember nem csak úgy él túl, hogy ő saját maga túlél, tehát biztosítja a levegőt, az élelmiszert, a vizet magának, a fedélt a feje fölött, hanem a túlélés az is, amikor az utódodban élsz túl. Érted? Tehát mikor van gyereked, és abban túlélsz. Tehát ugye ez a kétféle túlélés van, tehát a növények is, meg az állatok is nem csak úgy élnek túl, hogy ők saját maguk, hanem úgy, hogy például a növények elszórják a magukat, és a magból lesz egy ugyanolyan növény. Az állat úgy, hogy lesz utódja, érted? És akkor abban túlél. Az azt jelenti, hogy a túlélés nem csak az egyén túlélése, hanem a te családod túlélése, érted? Tehát a családod az utódodban él túl. Tehát túlél például a neved, az emléket, stb. Stb. De ahhoz lenni kell, hogy valakiben túlél, érted? Na most a túlélés ez is, hogy tisztában legyünk ezzel. Sokan furcsa mód úgy működnek már, hogy például nem akarnak gyereket. Tehát ez a túlélési ösztön, mert ez egy ösztön, az a kisebb benne. Tehát ez olyan, mintha egy állat vagy egy fa eldöntené, érted, hogy hát ő nem akar, mint mondjuk egy fa eldönteni, hogy nem akar innentől kezdve magukat szórni, érted, hogy ne éljen túl a növény, érted, vagy maga a faja. Ugyanez, ha egy állat eldöntené, hogy neki nem kell utód, mert csak baj van vele, érted, és így van, hát azért nem kell, mert csak baj van vele. Hát egy állattal kevesebb baj van, mint egy gyerekkel, tehát ezért nem kell, mert csak baj van vele, ezért nem kell, nem kell utód, érted? Tehát az azt jelenti, hogy a túlélési ösztönével vannak gondok. Tehát a túlélés az maga egy ösztön, érted? Tehát ez nem egy tudatos dolog, az egy ösztön. Tehát gondold végig, a legtöbb család úgy csinál gyereket, hogy nem pontosan megtervezett volt, hogy na most akkor feküdjünk le, csináljuk meg a következő generációt. Érted? Nem így csinálják, hanem úgy, hogy véletlenül pont akkor jön össze, nem? Persze kivételek vannak, azért mondtam, hogy a legtöbb családnál ez úgy történik, maga a gyereknemzés, hogy nem pontosan tervezett, vagy egyáltalán nem is tervezett volt, hanem összejött. Oké? Tehát ebből is látni, hogy a túlélés az nem tudatos, hanem még a legtöbb embernél is, annak ellenére, hogy az ember egy gondolkodó lény, képes a gondolkodásra, és tudatos is tud lenni, ennek ellenére mégis a legtöbb embernél maga az a fajta túlélés, hogy túlél egy gyerekében, az tiszta ösztön. Érted? Ösztön. Tehát tisztán ösztön. Tiszta ösztön és tisztán ösztön. Érted? Annak ellenére, hogy emberek vagyunk, és gondolkodhatnánk. Na mindegy, nem is ez a lényeg, hanem ugye a túlélés a lényeg. Tehát sok ember annyival lerendezi a gondolkodás szintjén, hogy a túlélés azt jelenti, hogy minél tovább élni, lehetőleg minél egészségesebben, nem? És azért legyen, mit tudom én, az embernek gyereke is. Oké? Jó, legtöbb embernél ez így van. Na most, de ezt most miért mondom? Mert gondold végig, nem ez az élet értelme. Nem ez az élet értelme. Akkor ugye más ember, például van, aki azért nem akar gyereket, túlélni ugye a gyerekekben, vagy a gyerekben, mert sokba kerül.
Érted? És már nem tehetik meg azt, amit előtte megtehettek addig, ameddig nem volt gyerek. Ezért nem akar gyereket. Érted? Tehát ez azt jelenti, hogy lerendezik az emberek gyakorlatilag annyiban, hogy mit tudom én, nem nagyon gondolkodik rajta, hogy mi az életének az értelme, lerendezik azzal, hogy minél tovább élni egészségesen, és legyen egy-két akárhány gyerek. Oké? Ennyi. Na most én is hasonlóan működtem, mikor fiatal voltam, és akkor mondhatják a fiatalok, hogy még nem vagyok annyi idős, mint te, te is fiatal korodban erre így gondolkodtál, akkor mit magyarázol itt nekem, mikor ugye te is olyan voltál fiatalon, csak tudod mi volt a gond? Hogy akkor, mikor én fiatal voltam, nem 2023-at írtunk. Ami azt jelenti, hogy akkor az országban mondjuk találtál jó esetben 100 olyan szemét a 10 millióból, aki foglalkozott azzal, hogy vajon mi lehet az élet értelme. Érted? Mikor én fiatal voltam. Mondjuk 20 éves. Érted? Most, aki foglalkozik azzal, hogy mi lehet az élet értelme, ez gyakorlatilag már több százezer ember Magyarországon. Ez a különbség. Érted? És ez egy óriási különbség, hogy 100 ember, vagy több százezer ember. Érted? Az azt jelenti, hogy gyakorlatilag, hogy mi lehet az értelme az életnek, meg mi, hogyan működik az élet, hogyan jó, az ember működése az egy más téma, hogyan működik az élet, azzal alig foglalkoztak emberek. Még irodalmat se leltél fel ilyen dologról, érted? Most meg úgy nem, hogy irodalmat föl lesz, hanem lépten nyomon találkozhat az ember olyannal, hogy hogyan működik az élet, hogy egy kicsit más, mint az emberek ahogy gondolják. Tehát ami azt jelenti, hogy most az nem foglalkozik avval, hogy mi az életének az értelme, aki nem akar. Régen meg, mikor én 20 éves voltam, azért nem foglalkoztunk vele, mert nem tudtunk vele foglalkozni. Érted? Az, hogy nem akarok, vagy nem tudok valamivel foglalkozni, az óriási különbség, érted? Tehát ha megkérdeztem volna ezelőtt 40 évvel, akkor voltam 23 éves, vagy 22? 22, jó, ne öregítsem magamat, jó, tehát 22, tehát lényeg az, hogy megkérdeztem volna 40 évvel ezelőtt bárkit, hogy mi az élet értelme, lila dunsztja nem lett volna róla, érted? De senkinek. Tehát nem találkoztam volna olyan emberrel, mit tudom én hány évtizedig, aki erre tudott volna választ adni. Érted? Na most meg nem így vagyunk. Az, hogy mi az értelme az életnek, ha körülnézze, az interneten mennyi olyan dolgot találsz. Érted? Vagy bemész egy könyvtárba, és kismillió könyv van arról, hogy mi az élet értelme. Érted? De annak ellenére a legtöbb ember az, hogy mi az élet értelme, nem érdekli. Mert van egy elképzelése az élet értelméről, amit le van írva. Minél több pénzt keressen. Tehát már nem is az, hogy túléljen a gyerekébe. Érted? Miért? Hát azért, mert a legtöbb nő már jócskán 30 fölött szül. Nem úgy, mint régen. Oké? Tehát régen, ha valaki mondjuk 24 éves sem szült, mint például az én anyám,
engem, akkor az már vénlánynak tekintették. Érted? Most meg kiröhögik, hogy 24 évesen akar szülni. Ilyen fiatalon akar szülni? Hát te hülye vagy. Érted? Óriási különbség. Szóval gondold végig, hogy más volt a világ. Tehát mondom, ha az ember 40 évvel ezelőtt az élet értelmét kereste, nem talált rá választ. Érted? Nem talált rá választ. Most, 40 év elteltével, annyi választ találhat rá, amennyit csak akar. Jó, azok köz biztos, hogy vannak rosszak is. Tuti. De jó válaszok is. Tehát van egy olyan dolog, ezt bizonyára észrevetted az életedben, hogyha van egy célod, most nem olyan célra gondoltam, amire fölveszel hitelt és megveszed, jó? Tegyük föl egy olyan célt, amit nem tudsz pénzért megvásárolni. Lehet, hogy ez sok ember most, aki hallgat engem, azt gondolja, olyan nincs a világon, amit nem lehet pénzért megvásárolni. Hát óriási tévedésbe vagy. Engem már meg akartak vásárolni a 90-es évek végén. Nem kevés összeggel, több százmillió forinttal, és egy magas fizetéssel. És én azt mondtam, hogy én nem vagyok eladó. Világos ez? Nekem azt mondanák, tessék, itt van 100 milliárd forint, vagy mit tudom én, a világ összes pénze, azt mondanám, hogy töröd ki a seggedet vele. Világos ez? Tehát én nem vagyok megvehető. Soha nem is voltam, nem is leszek. Világos ez? Tehát ezt most azért mondom, hogy tisztában legyél azzal a kérdéssel, hogy vannak olyan dolgok, ami nem vehető meg pénzért. Érted? Nem lehet megvenni. Az élet értelme az, amögött nincs pénz. Tehát az élet értelme mögött nincs pénz. Mindnekünk, mindnyájunknak van egy azonos életértelme, és mindnyájunknak van még ahhoz kapcsolódóan egy különböző értelme. Mindnyájunknak. Érted? Minden embernek meg lehet állapítani azt, hogy mi az ő személyes életértelme. Tehát személyes életértelme. Tehát konkrétan minden embernek meg lehet állapítani, hogy mi az ő személyes életértelme, azon belül, hogy mindnyájunknak van egy azonos életértelmünk. Tudod, mi az azonos életértelmünk? Ezt nem lehet pénzért megvenni. Az, minden embernek ugyanez az azonos értelme, hogy minél többet fejlődj szellemileg, ameddig élsz. Ez a közös életértelmünk. Minden egyes embernek. Oké? Tehát minél többet fejlődj, ameddig élsz szellemileg. Minél többet fejlődj. Világos ez? Akkor ezen belül van, hogy úgy tudsz fejlődni, hogy minél több dolgot megtapasztalsz. Világos ez? Tehát egy ember minél több dolgot megtapasztal közvetlenül vagy közvetve, ez azt jelenti, hogy egy dolgot megélsz személyesen, vagy megélsz elbeszélésekből, vagy rálátásból. Oké? Tehát minél többet tapasztalj. Na most, minél többet fejlődni szellemileg. Ez a közös életértelme az összes embernek, aki itt van. Akármilyen egészségügyi állapotban van, még ha totál rokkannak született, akkor is. Érted? Akkor is. Akkor abban
a mi voltban kell ezt megélni. Világos ez? Nyilvánvaló, ez nem egységes mindenkinél. Nem egyformák a képességeink, nem egyforma a családi helyzetünk, amiből kiindultunk. Tehát ezért nyilvánvaló, ez nem egységes, hogy ki mennyit tud fejlődni egy élet során. De akkor megkérdezném, azt látod a környezetedben, hogy az emberek szellemileg fejlődnek? Azt látod, hogy inkább visszafejlődnek, tehát azt látod, hogy ahogy idősödnek az emberek, nem egyre bölcsebbek, hanem egyre hülyébbek. Tényleg ilyen elhűlés folyik. Sajnos ez van, nyilván tisztelt a kivételeknek. Mert én, mit tudom, az elmúlt, tehát nem PPH-sokról beszélek, hanem a külvilágból az elmúlt 10 évben egy bölcs időssel találkoztam. PPH-sokon kívül egyel. Érted, aki nem PPH-s? Az elmúlt 10 évben egyel. Ilyen 80 akárhány éves volt a nénike. Oké, és egy nagyon bölcs hölgy volt. Olyan kérdéseket tett föl, érted, hogy csak lestem. Amivel ugye terelgette az illetőt. Oké? Tehát hihetetlen okos egy bölcs, bölcs, szó szerint bölcs. Tehát ugye ez, ha megnézed, akkor mondhatjuk nagyon egyszerűen, ezt erről már lehet, hogy hallottál, hogy ahogy idősödik az ember, egyre bölcsebbé és bölcsebbé kellene válnia. Ezt még mintha én tanultam volna gyerekkorban. Nem az iskolában, mert ott nem tanították, hanem mondjuk a nagyszülőktől. Oké? Na most, akkor gondolják végig, hogy az idősek, hogy vajon miért nem tisztelik őket a fiatalok. Mert régen, érdekes módon, a fiatalok tisztelték az idősebbeket. Tehát mikor még én voltam fiatal, akkor ez az idősek felé áramló tisztelet még megvolt. És az szépen ellaposodott, és az időseket már nem tisztelik a fiatalok. Hát de csodálkoznak az idősek? Mikor, hol bölcsek? Hol? Hol bölcsek az idősek? Nem bölcsek, hanem elhűltek. Érted? De könyörgöm, mondja, akinek nem inge, ne vegye magára, jó? Mert csak azért, amikről beszélni szoktam, az a baj, hogy sokan öltözködnek. Igen, és megsértődnek. Fogják, és mit tudom én, abba adják a videó nézését, vagy még előtte, mielőtt abba hagynám, még valami ultra csúnyát ír nekem. Úgymond megsértődik. Nem, mintha ez engem érdekelne. Oké? Okay? Mert ez neki egy bizonyítvány. Hát ő mutatja a saját bizonyítványát azzal, amivel ír. Oké? Okay? Tehát hol tart szellemileg? Tehát azt gondolják az emberek, hogy azzal nekem, mit tudom én, ír hülyeségeket, érted? Akkor azzal engem idegesít. Tehát nagy tévedésben éltek, mert a saját bizonyítványodat mutogatod. Oké? Okay? Hogy te ki vagy. Ennyi. Szóval a lényeg az, hogy gondoljátok végig, hogy itt van a bolygón több mint 8 milliárd ember. Mindnek azonos az életének az értelme, hogy minél többet szellemileg fejlődjön. Oké? És akkor még egyszer ismétlem, az úgy jön létre, hogy minél többet megéljen az ember. Tehát minél több dolgot megéljen, minél több dolgot tapasztalhasson, közvetlenül vagy közvetve. Ez van benne. Mielőtt eljöttem, a tévében volt egy olyan műsor, Marian feleségem éppen nézte, hogy, tehát a mai nap, mielőtt eljöttem otthonról, volt egy olyan műsor, hogy ugye, mi a címe, mindegy, nem is ez a lényeg, mi a címe, hanem arról szólt, hogy mi volt a múltban. Tehát, hogy vannak olyan települések a Földön,
ami 12.500 éves település, érted? És sokkal fejlettebb technikával van építve, mint most bármilyen település. 12.500 évvel ezelőtt. És ugye arról beszéltek, hogy hát valószínűleg az egy templom lehetett, amire templomot építettek, meg amire utána megint templomot építettek azóta. Tehát azóta már mit tudom, vagy harmadik vagy negyedik templomot építik rá. És akkor elkezdték magyarázni, ugye a tévében, hogy azért, és akkor mit tudom én, kitalálták azt, hogy mit tudom, ilyen energiák, olyan energiák, sőt még valószínűleg azt mondta, még világvezetőik is volt ott, stb. Stb. Ami ugye avval a technikával semmi gond, nem is ez a lényeg. De az a lényeg, hogy azért, hogy kapcsolatba, kommunikációs kapcsolatba kerüljenek az istenükkel. Hát basszus kulcs, én magamon kívül nem egy olyan embert ismerek, aki kommunikációs kapcsolatban van az Istenével. Na most, az azt jelenti, hogy 12.500 évvel ezelőtt az embereknek sokkal jobb telepatikus képességeik voltak, mint most. Az egy előző emberiség volt 12.500 évvel ezelőtt, nem a mostani emberiség, csak hogy tisztázzuk ezt a kérdést, és az előző emberiségnek, sőt, ezen emberiségen belül mondjuk 7000 évvel ezelőtt sokkal jobb telepatikus képességei voltak az embereknek, mint most vannak. Az azt jelenti, hogy ha most léteznek olyan emberek, akik tudnak a teremtőjükkel, Istenükkel kommunikálni, akkor gondolod, hogy régen nem volt ilyen? És templomot kellett ahhoz építeni, hogy kommunikáljanak az Istenükkel. Én a teremtőmmel bármikor tudok kommunikálni, és nem kell bemenni egy templomba. És mondom, nem egy olyan embert ismerek személyesen, akiknek van ilyen kapcsolatuk. Na most onnantól kezdve, miről van szó? Milyen templomról? Tehát akkor kell templom, ha az embereknek el akarják hitetni, hogy ha elmennek templomba, akkor kerülhetnek csak kapcsolatba, közvetítőn keresztül, mert a papon keresztül, a teremtővel. Érted? Mert ők olyan bárgyúak, hogy ők nem kerülhetnek kapcsolatba a teremtővel, csak a pap. De annak is ott kell lenni a templomba, hogy kapcsolatba kerüljön a teremtővel, és ezt az emberek elhiszik. Több ezer éve. A mai emberiségről beszélek. Na most, ez azt eredményezi, érted, hogy az élet értelme az nem az én újamból kiszopott dolog, vagy nem az, hogy utána néztem az interneten, és hogy szajkózom esetleg valakinek a, vagy olvastam egy könyvbe, és akkor szajkózom valakinek a gondolatát. Tehát azt, hogy mi az élet értelme, a közös értelmünk, azt kaptam, mint információt. Világos, és végig gondolod, logikusan, ezen kívül mi lehet az élet értelme, amit elmondtam. De nyilván ehhez akkor azt tudni kell, hogy hát de mire mész a tudással? Jó, akkor gyorsan elmondanám, jó? Eleve van neked egy olyan lelked, amely több milliárd éves. Mondom milliárd. Nem millió, milliárd. Kevés olyan földi ember van, akinek millió éves lelkei vannak. Érted? Tehát a lelked milliárd éves. A lelked, amit információ gyűjtött, bárhány életen keresztül, csak itt a Földön vannak külön életek, máshol sehol nincs, tehát sehol máshol. Mindenütt úgy van, hogy egy életet élsz. És itt a Földön van ez a reinkarnációs baromság. Jó? Tehát egy baromság, mert egy mókuskerék.
Érted? Tehát ez itt van. És ez azt jelenti, hogy ameddig nem kerültél ide a Földre, nem szüntették meg a tudásodat. Érted? Addig folyamatosan gyarapodott. Mikor lejöttél ide a Földre, előtte törölték a tudást, és elmentették az összes tudásodat arra az időszakra, hogyha visszakerülsz a nemföldi lét után, tehát a nemföldi létbe, inkább úgy mondanám, ha visszakerülsz a nemföldi létbe, akkor visszakaphatsz a tudásodat. Világos ez? Na most, ahhoz minden földi léted, amit itt töltesz, hozzáadódik annak a tudása az elmentett tudáshoz. Nagyon érdekes, mert az elme, meg az elment, elmentés, mintha tök ugyanaz lenne, nem? Mármint a szónak a töve. Érted? Tehát az elmentünk valamit, az ugyanúgy benne van az elme. Érted? Tehát az elmével, az elménken keresztül csinálják ezt az egészet. Na mindegy, nem is ez a lényeg. Tehát, hogyha gondold végig, egyébként te azt hiszed, amit akarsz, felőlem te nyugodtan hiheted azt, hogy neked egy életed van, egy halálod, az nem az én bajom, hanem a tiéd. Ha te ezt gondolod. Világos ez? Na most, gondold végig, amit te tanultál avval kapcsolatban, hogy hogy működik az ember, és amit most hallottál tőlem, melyik a jobb neked? Az, hogy mit tudom én, evolúció alapján valahogy így kifejlődtél az egysejtűből, érted, és lettél egy viszonylag tudatos lény, vagy pedig van egy olyan lelked, ami milliárd éveken keresztül gyűjtötte a tudást, amivel most nem rendelkezem, mert el van mentve, amihez minden földi életet hozzáadódik tudás, és miért kell az életértelmének az lenni, hogy fejlődjünk? Vajon miért? Hát azért, hogy egyre több és több tudása legyen a lelkünknek, érted? És visszakerülhessünk oda, ahonnan jöttünk. Érted? Tehát oda visszakerülhessünk. Na most gondold végig, melyik jobb neked? Az, hogy van egy ilyen óriási mennyiségű tudással rendelkező lélek, lelked, ami most nem rendelkezik óriási tudással, mert leszületésed előtt törölték. De miért kellett törölni? Ezt is el tudom neked mondani. Soha sehol ezekről a dolgokról nem olvastam. Oké? Miért kell, nem, és videón se láttam, miért kell, már nem tudom mit. Ja, miért kell az emléket törölni? Köszönöm szépen. Nagyon egyszerű. Mert ha kitörlik a lélekből az összes tudást, akkor egy dolog marad. A tiszta szeretet. Oké? A tiszta szeretet, semmi más. És gondold végig, most tök mindegy, hogy mit él meg az ember, mert az a tudás hozzáadódik ahhoz a mérhetetlen tudáshoz, amivel már rendelkezel. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy itt egy dolog van, ami nagyon fontos, az, hogy hol fog lezajlani a következő életed. Mert minden egyes élet, amit te élsz ezen a bolygón, még azt is meg tudom mondani embereknél, hogy hanyadik életet élte a Földön, itt a Földön, egymás utáni rendben. Tehát azt nem, hogyha kihagyja, hanem hogy egymás után. Akkor ez úgy van, hogy megkérdezem és megkapom a választ. Jó? Tehát nem kiszúpom az ujjamból. Lényeg az, hogy gondold végig, hogy itt vagyunk mi emberek, és lesz egy következő életed, ha nem jutsz oda, hogy visszatérhess ahhoz a létformához, amibe jöttél,
És akkor ennek az életednek a következménye lesz a következő életed. Az azt jelenti, hogy ennek az életed alapján fogod kiválasztani kis segítséggel természetesen, hogy milyen családba fogsz beszületni, oké? Milyen problémákat fogsz megélni, milyen kapcsolatokat fogsz megélni. És ugyanígy volt a jelenlegi életed, az előző földi léted alapján lett kiválasztva. Érted? Tehát hogyha te nehéz életet kaptál, na ugye sokan nyilatkoznak így, hogy ő neki milyen nehéz élete van, hát akkor ne csodálkozz, mert mit éltél meg az előző életedben? Ha megkérdezem egy adott személynél, még ezt is elmondják, hogy mit élt meg az előző életében. Oké? Az azt jelenti, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy milyen kiinduló ponttal, tehát milyen családba születtünk be, milyen életeseményeket éltünk meg, mert ezeket mind születésünk előtt kiválasztottuk. Na most gondold végig, van az embernek egy egója. Milyen egyszerű az egót lerendezni azzal, hogy nincs előzmény, nincs következmény, tehetsz, amit akarsz, hiszen minden a véletlenen múlik. Nincs előzmény, nincs következmény. Az egész élet egy nagy véletlen. A véletlenek összejátszása. És akkor ezzel az ego le van rendezve. Érted? Mert ezzel az ego semmit nem tud kezdeni. De amikor azt mondja az ember, hogy van egy ilyen életem, de miért? Mert lehet, hogy ezt csináltam az előző életemben, meg ezt is, meg ezt is, meg ezt is. Hát ha az ember végigelemezné azt, hogy vajon mit tett az előző életében, és miért kellett neki egy beteg családba beszületni, most elmebeteg családba, érted? Tehát nem fizikai beteg családba mondom. Akkor onnantól kezdve rögtön rájönne arra, hogy neki felelőssége van. De az ego a legtöbb embernél nem tűri a felelősséget. Érted? Az ego az rühel felelősséget vállalni bármiért, soha nem is vállalt az ego semmiért felelősséget. Ha te bármikor életedben felelősséget vállaltál, úgy tudtál vállalni, hogy kikapcsoltad az egódat. Mert az egónak nincs felelősségtudata. Világos ez? És ezért ugye megnézed, a legtöbb embernek meg kell küzdenie a saját egójával. A saját egójának a legyőzése az egyik legnehezebb feladat. Mert az egó nem vállal felelősséget semmiért. Oké? Semmiért. Nem is vállalt soha, nem is fog soha. Érted? És akkor szépen az ego kap egy ilyen forma magyarázatot, mint amit az imént elmondtam, és ezzel az ego ki van békítve. De amikor van egy hatalmas egója valakinek, és neki szembesülnie kell a cselekedeteivel, mert te nem azért vagy olyan, amilyen vagy, mert volt egy előző életed, hanem tudod miért? Mert az előző életed miatt te születtél egy olyan családba, mely létrehozta azokat az élethelyzeteket, ami által olyanná váltál, amilyen lettél. Oké? A végeredmény ugyanaz. De te tisztán szeretettel jöttél le. Érted? És méghozzá a fogantatásod pillanatában. Nem a születésed pillanatában. Nagy tévedés. Fogantatás pillanatában. Gondold végig, micsoda szervezés van, hogyha a fogantatás pillanatában már lejön a lelked. Micsoda szervezés. Gondold végig. Nem kell ezeket elhinni.
nyugodtan hidd azt, hogy neked egy életed van, egy halálod, evolúció lévén jöttél létre, és itt minden neked véletlen alapján működik. Nekem aztán tök mindegy, mit hiszel. Én tudok, amit tudok, nekem egy dolgom van, én az előző életemben is, amit nem itt a Földön töltöttem, képzéseket tartottam nem földi lényeknek, itt is az a dolgom, hogy tanítsak. Voltam én már itt a Földön többször, de nem egyfolytában. Tehát az egyfolytában az azt jelenti, hogy egyik életből a másikba. Jó? Hanem lejöttem segíteni, elvégzem a dolgom, és utána megyek vissza. Oké? Csak egy gond van ezzel, hogy most van egy óriási dolog, amit meg kell csinálni. Tehát itt nem arról szól a történet, hogy tanulgassunk. Nem erről szól. Nem arról szól a történet, hogy fejlődjön a személyiséged. És akkor jobb életet élj. Nem erről szól. Sokkal többről szól. Itt vagy közösen létrehozunk egy új korszakot az emberiség számára, vagy ez az emberiség elköltözik innen. Oké? De sajnos ez a globális költözés, ez olyannal járna, hogy meg sem isülni a bolygó. Olyannal jár, hogyha az emberiség egy része felfejlődik arra, hogy maradhat, a másik részét meg átköltöztetik. Nyilván nem ebben a testben, hanem lélekként költöztetik át. Világos az? Az azt jelenti, hogy ezt a testét el kell hagynia, magyarul meghal. Világos ez? És ez a folyamat, ez le fog játszódni, hát legkésőbb, hova? 2035-ben. Oké? Ha úgy alakul, akkor sajnos az előtt. Tehát a fentiek úgy látják, hogy ezt az emberiséget be kell rekeszteni, mit tudom én, 2030-ban, akkor be fogják rekeszteni. Oké? Vagy ha 2025-be, akkor 2025-be. És akkor fogják, ránk robbantják a bolygót, azt Isten áldjon minket. Előtte nyilván kimentik, akit ki kell menteni, azt csá. Oké? Utána meg a lelkeket viszik egy új helyre. Tehát ez a bolygó ezzel a rezgéssel, ami az emberiségnek van, tehát az emberiség rezgése határozza meg ennek a bolygónak a rezgését. Ez az emberiség, amilyen rezgéssel rendelkezik, ez ártalmas az univerzumunkra. Ez ártalmas. Oké? Tehát az emberiségnek egy sokkal magasabb rezgéssel kell lenni, kellene lenni, és ezt jelenleg nem pozitívként teljesíti az emberiség, hanem negatívként, tehát egyre alacsonyabb és alacsonyabb rezgésű az emberiség. És hogy tisztában legyünk ezzel, amikor a Földet létrehozták, tehát ez létrehozott, nem magától jött létre, amikor létrehozták, ez az univerzumunk széle volt. Oké? Azóta az univerzumunk kiépült, mert kiépítették. És mehet az emberiség, a lelkek ki az univerzum szélére. Tehát ez olyan, mint mikor a 8. kerület az a város széle volt. És a város szélére telepítették a nem idén barnultakat. Oké? Igen, ám de a 8. kerület az már nem a város széle, hanem a belvároshoz tartozik. Mert a város kiépült. Érted? És csináltak egy olyat, hogy fogták, lebontották ott a házakat, és kitelepítették onnan a nem idén barnultakat. Világos ez? Ugyanez a rendszer a naprendszerünkben. Ugyanez. Tehát a rezgésünk által
Tehát a nem idén barlultak rezgése az ártott a városra nézve. Oké? Okay? Na most. Ugyanez, az emberiség rezgése árt ennek az univerzumnak. Világos ez? Ha nem szedjük össze magunkat 2035-ig, nem emeljük meg a rezgésünket, akkor útba vagyunk, ki leszünk telepítve. Világos ez? És ugyanúgy mit csináltak a 8. kerülettel? Fogták a 8. kerület jó részét, lerombolták. Oké? És kénytelenek voltak, ha nem idén barultak, kitelepülni. Világos? Ugyanez lesz. A földre vonatkozóan is, ha nem szedjük össze magunkat. Tehát nem változunk meg, és nem kezdünk jó emberré válni. Jó emberekkel nem az a baj, hogy tehát ma a bolygó nagy része, 80% az jó ember, semmi gond nincs vele. Csak egy baj van, hogy a jó emberek nem tesznek semmit. A jó emberek soha nem mulasztottak annyit, mint most. Nem tesznek semmit. Érted? És akkor utána csodálkoznak, hogy ilyen probléma, olyan probléma. Ugye kapják a problémát, az azt jelenti, hogy betegség, baleset, családi probléma, anyagi probléma. Nem veszik észre, hogy ezzel próbálnak terelni őket a helyes útra. Nem jönnek rá. Érted? Minden probléma mögött gyönyörűen föl lehet fedezni azt, hogy az adott személynek mit kellene másként csinálnia. De az emberek csesznek erre. Érted? Tehát minden tudás megvan ahhoz, hogy ezen a bolygón létrejöjjön egy olyan korszak, ahol képesek az emberek szeretetben, békében és boldogságban együttműködni. Ezt úgy hívják, hogy ez egy szeretett korszak. Más néven aranykor. Oké? Tehát ez a bolygó arra a feladatra van számva 2035-től, hogy tisztában legyünk ezzel a kérdéssel, hogy itt kell tovább képezni az embereket arra, hogy visszakerülhessenek a fenti létformába, amiből jöttünk. Oké? Ha nem teljesül ez a feladat, akkor meg van szüntetve ez a bolygó. Nem kell ezt elhinni, akkor is így lesz. Meg fogod élni. Oké? És az azt jelenti, aki nem akar fejlődni, azt fogják, tudod meddig tart nekik egy életet megszüntetni? Ennyi. Ennyi. Érted? Most gondold végig, csak mondok példát. Mondjuk egy agyban egy eret megpattintani. Tudod meddig tart nekik? Ennyi. Például egy szívet leállítani, mikor alszik az illető. Tudod meddig tart nekik? Ennyi. És akkor az még egy szép halál, mert nem érez semmit. Tudod? Tehát nincs szenvedés, ha valaki álmában meghal. Csak egy baj van vele. Tudod mi a baj? Hogyha például nem tanulta azt, hogy mi van rögtön onnan, hogy meghal. Egész odáig, hogy újra születik. Ezt én tudom, hogy mi van, ezt tanítom is. Érted? Nem tanulták az emberek. Ez azt jelenti, hogy például álmában meghal, és akkor mi történik vele? Azt hiszi, nem tudja, hogy meghal. Azt hiszi, hogy alszik. Érted? Azt hiszik, hogy álmodik. Ugye az álmodtál már életedben. Ott nincs idő. Semmi idő nincs. Tehát vannak olyan lények, emberi lények, akiknek itt maradt a lelkük több száz éve. Még olyan is van, akinek már 1000 éve van itt a lelke. 1000 éve. Például mondok példát, jó? Csak közben rá kellett néznem az órára, már nem sok időm van. Mondok példát. Volt egy olyan nagy csata, hogy pozsonyi csata. Ugye a magyarok vívták a nyugatta ezt a csatát.
Tehát a nyugat összevont hadereje, le akarta győzni a magyarokat. Ez több mint 1000 éve volt. És ez Pozsonytól keletre volt ez a csata. Pozsony mellett keletre. És ott rengetegen meghaltak ebbe a csatába. És vannak, akik még azóta is ott bolyonganak. Oké? Azóta is. Tehát honnan tudni? Azokon a területeken, ahol sok halál történt, sokkal több a betegség. Sokkal több a haláleset. Idő előtti halálesetről beszél. Oké? Ráadásul ugye még ennek van egy hátulütője is, hogy ezek a lelkeknek elfogy az energiájuk, és fogják és rátelepülnek egy élő emberre. És tőlük szívják el, illetve tőle szívja el az energiát. Oké? Jó, tehát, de az emberek erről nem tudnak, nem is akarnak tudni. Nem tudják, mi a megoldás. Tudjátok, hány olyan eset volt már, hogy le lett szedve az illetőről a lélek, az a nem kívánatos lélek, amelyik rátelepült, és az illető rögtön jobban lett. Rögtön. Érted? Nem majd, azonnal. Jó? Tehát például ilyen dolgokkal is foglalkoznak nálunk emberek. Hogy leszedik az elhalt egyél lelkét egy szeméről. Szóval, most gondold végig, hogy lehet, hogy azt gondolják emberek, hogy na, ez a szedlacsik micsoda hülyeségeket beszél. Tudod, mennyire nem érdekel, hogy mit gondolsz? Abszolút nem érdekel. Én tudok, amit tudok. Én tudom azt, hogy létre tudjuk hozni az aranykort. De nem ennyien, amilyen vagyunk, bár így is Magyarország legnagyobb ilyen jellegű szervezetének a vezetője vagyok, akkor is ez nagyon kevés. Tehát ezen a bolygón megmenthető lenne az emberiség 80%-a. A legrosszabb esetben is 360 millió ember. A legrosszabb esetben is. Ja nem, 320, bocsánat, 320 millió ember. Az a legrosszabb eset. Most egy kérdés van, mit akarsz? Ugye még lehet lehetőséged, ha fejlettebb vagy az átlagnál szellemileg, akkor még lehet lehetőséged arra, hogy gyorsan meghalsz. Tényleg. És akkor beszületsz egy olyan családba, amelyik be fog kerülni az aranykorba. Van ilyen lehetőség, és akkor nem deportálnak oda, mint lelket oda az univerzum szélére. Jelenleg az átlag újra születés az 4 év. A múlt században, a múlt század vége felé még 13 év volt. És jelenleg 4 év. Tehát azért még belefér, hogy ha elég fejlett, ha nem vagy elég fejlett, akkor várakozó állásponton vagy. Minek születnél már be ebbe a család, ebbe a bolygóra, mész oda ki az univerzum szélére. Nehogy azt higgyétek, hogy ott vannak városok, meg települések, meg létrehozzátok. Oké? Okay? Persze. Nincs mobiltelefon, meg nincs technika. Majd kőbaltát csináltok, aztán barlang lakások, stb. Érted? Tudod? Tudod, hány ezer évnek kellett eltelni, mire a az embernek, ember rájött arra, hogy hogy kell tüzet gyújtani és használja a tüzet. Több ezer év. Tudod, hány ezer éve használja az ember ezt a tudást? Mindössze 7000 éve. És előtte nem volt ilyen. Tehát ez az emberiség kb. 10000 éves. És előtt nem tudta, évezredeken keresztül nem használta a tüzet.
Én csak úgy mondanám, tisztában legyünk ezzel is. Félt tőle, azt villám belecsapott a fába, tűz lett, hát csak félt tőle, elmenekült. Nem tudta, hogy például lehet sütni is. És akkor onnantól kezdve, például amikor megtanulta az ember, hogy föl lehet használni a tüzet főzésre, meg sütésre, rögtön az élettartam megnövekedett. Hoppá. Oké? Attól a pillanattól. Szóval, itt vagyunk egy közösség, ahol jelenleg azt mondja, hogy 17 helyen vannak egy időben együtt emberek, 17 helyen, abból 2 külföldön van, a többi Magyarországon, és rendszeresen szerdánként és vasárnaponként találkozunk, nem teljesen ugyanabban az időpontban, szerda az mindig ugyanaz az időpont, 18 óra, a vasárnap meg mindig 17:30. Oké, és ahhoz képest ugye 3 és negyed óra, vagy 3 és negyed óra, igen, a képzés, attól függ, hogy szerda vagy vasárnap, a képzések abszolút megfizethető áron vannak, nem a díjmentes a képzés, ez csak egy felvilágosítás. Mit jelent a képzés? A képzés azt jelenti, hogy az ember kap, tehát a díjmentesbe, ez olyan, mint másnál. Elmondják, hogy milyen vagy, meg milyenné kéne válnod. De azt, hogy hogy jutsz oda el, azt nem mondják el. Én sem mondom el ezt a díjmentesbe. A képzésekben mondom el, ott vannak a módszerek. Tehát a képzésekben benne vannak a technikák. A konkrét technikák. Ezért annak ára van. Oké? Mert az, hogy te ilyen vagy és ilyen legyél, azt hiába mondják, úgyse leszel olyan. Tehát ahhoz, hogy az ember olyannal legyen, olyanná váljon, 2 dologra van szüksége. Tehát 1. Technikára, tehát módszerre, és segítségre. Oké? Most, hogy az a segítség az egy személy, vagy egy közösség, ebből a szempontból részletkérdés. Oké? Akik rendelkeznek azzal, hogy elakadsz, tovább tudjál lépni. Na most nálunk van közösség, vannak vezetők, akik tudnak segíteni. Teljesen egyedi a rendszerünk. Oké? Havonta 30 óra képzést nyújtunk. A 30 óra képzés az óránként 420 forint. Tehát 420 forint. Tehát óránként 420 forint. Tehát az 12.500 forint. Durván. Tehát nem durván, mert pont ennyi. Az első hónap az ettől eltér, mert az óránként 660 forint. Tehát a teljes összeg egy hónapra vetítve az 19.700 forint. Lehet havonta tandíjat fizetni, lehet előre befizetni a tandíjakat. Van, aki évente fizetik a tandíjat, van, akik több évre be vannak fizetve tandíja. Lényeg az, hogy tartom 2010 óta ezeket a képzéseket. Rendszeresen. Azóta egy sem maradt el. Oké? Egyetlen egy sem. Nem is fog. Jó? Én nekem az a feladatom, hogy létrehozzuk együtt, közösen az aranykort. Tehát az aranykorban nem lesznek olyanok, hogy államfő. Nem lesznek olyanok, hogy hatalomban lévő emberek. Tehát az aranykorban mindenki pontosan fogja tudni, hogy mi a dolga és mi a teendője. Világos ez? Ami azt jelenti, hogy meg fogják beszélni az emberek az aranykorban, hogy mi a dolguk, és teszik a dolgokat. Jó? Nem kell aranykorba pénz,
nem lesz ilyen, nem lesz olyan, hogy hitel, nem lesz szükség a bankukra. Oké, nem lesznek elnyomók, mert addigra kivonják őket a forgalomból a fentiek. Ennyi. Oké? Tehát vagy létre akarsz hozni egy aranykort, hogy utána tovább tanulhass. Miért kell egy elnyomásmentes tanulás? Mert az ember olyan, hogy kap egy elnyomást, és akkor olyan, mintha nem is tanult volna semmit. Tehát elveszti a tudását addig, míg az elnyomás alatt áll. Tehát ezáltal az emberek így fejlődnek. Így. Jó, van egy kis felfele mozgás, de így. Ha nincs elnyomás, ez ilyen. Érted? Alig van mozgása a tanulásnak, a fejlődésnek. És akkor már lehet elnyomásmentes társadalmi formában lehet tanulni, fejlődni. Tudod, mennyi lesz a napi munkád? 3 óra az aranykorban. De az ne, a tanulás az nem munka, jó? Ne keverjük össze a szezont a fazon. Bár sokan azt gondolják itt a bolygón, hogy a tanulás az munka, az nem. A tanulás az csak felkészülés, jó? Tehát valamire. Tehát a tanulás az nem munka. A munka az munka. Oké? Tehát amit én most csinálok, például az egy munka. Oké? Jó? Tehát mindössze 3 óra. És 3 óra alatt bőven fogod teljesíteni azt, amit neked teljesíteni kell. Érted? És ha nem lesz pénz, akkor hogy jutsz hozzá a dolgokhoz? Mindenkinek, ha megtanulta az etikát, az úgy fog működni, hogy pontosan tudja, hogy neki mire van szüksége, és amire szüksége van, azt fogja megkapni. Érted? És ezért ugye azt a 3 óra munkát teszi be. Tehát az heti 15 óra. Nem túl sok, nem? Gondold végig. Tehát megnézed ezt a dolgot, de úgy látod, neked nem kell egy ilyen fajta társadalmi formában létben lenni. Ennyi. De akkor nem is éled meg. Tehát sokan azt gondolják, hogy majd csak úgy bekerülnek. Na most megkérdezném mindenkitől, aki úgy gondolja, hogy bekerülhet az aranykorba. Mennyire tudod gyakorolni az etikát? Tehát az etikával a legnagyobb problémájuk az embereknek a mulasztás. Ugyanis az egy etikai probléma, hogyha nem teszel meg olyan dolgokat, amit bezzeg te szeretnéd, ha veled megtennének, akkor ez már etikátlan. Vagy nem teszel meg tehát egy közösségnek nem adott hozzá azt, amit bezzeg, hogyha te abban a közösségben lennél, szeretnéd, hogyha megkapnád, akkor az etikátlan. Érted? És ma a jó embereknek az a legnagyobb bajuk, hogy nem tesznek semmit. Most gondold végig. Tehát azt gondolod, hogy a tüntetők jó emberek, akik most Franciaországban, Svájcban vagy Belgiumban randalíroznak. És mennyi kárt okoznak? Hát egy jó ember nem törzúz, nem gyújtogat. Max békésen megy, az tüntet, nem? Maximum. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy ők jó emberek, olvastam egy ilyen hozzászólásra, képzeld, mert beszéltem arról, hogy fiatalok 10-20 évesek randalíroznak, tüntetnek, és ugye a nyugdíjrendszer a tét, mert ugye a nyugdíjkorhatárt emelni akarják, vagy már emelték. És akkor miközük a 20, hát valaki írta, hogy hát mert Franciaországban így együtt éreznek a nyugdíjasokkal. Fiatalok, kezdve, mert ott ilyen módon működnek a fiatalok. Kézzed el, ezt írta nekem valaki. Hát mondom, te neked sem sok sütnivalód van. Nem, azért, mert lehet randalírozni, érted?
ilyen egyszerű. Ha megnézzük, az összes forradalom, ami az elmúlt évszázadokban volt, az mind onnan indult ki. Az összes ilyen randalírozás az onnan indult ki. Azt lehet pozitív következménye bármelyik forradalomnak, amit Európában volt? Egynek se, érdekes mód. Egyetlen egynek se. Miről beszélünk? Miről beszélünk? Jó, tehát lényeg, hogy várunk szeretettel, hogyha akarsz egy olyan közösségben lenni, ahol megtalálhatod az életed értelmét és fejlődhetsz, és egyébként pedig azt is meg tudod tanulni, hogy mi a személyes értelme az életednek, azon belül, hogy fejlődsz, mert ugye ott benne vannak ugye azok a dolgok is a te életedben, hogy mit kell még pluszban azon kívül megtanulni, ami az életed legfőbb értelme. Jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket, csinálunk 30 perc szünetet, utána lesz a képzés, akik most vannak itt először, és még nem tanulok, akkor maradhatnak egyszer a második részbe betekintésként. Ha úgy látod, hogy tanuló szeretnél lenni, akkor várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem szeretnéd tanuló lenni, akkor pedig elköszönünk tőled. Köszönöm szépen a figyelmedet, szeretlek benneteket, sziasztok!